Tavaly madártávlatból így nézett ki a Szent Iván éjjeli tűzugrás a Sóstói Múzeum faluban. A hagyomány szerint, aki az év legrövidebb éjszakáján sikeresen átugorja a tüzet, teljesül a kívánsága. A múzeum falu idén is változatos programokkal várja a látogatókat, hangzott el a programokat beharangozó sajtótájékoztatón. A Sóstói Múzeum hagyományainak megfelelően június 23-án éjszaka kezdődnek, pontosabban 8:30-kor egy kiállítás nyitással, aminek az a címe, hogy Pásztoróra, és ez hát nyilván ez egy több rétegű jelentést hordoz magában, és hát ezt a témát járjuk körben a múzeum falu sajátos eszközeivel. Utána tűzzsonglőrök idézik meg, ugye a Szent Ivánéj program, illetve a Szent Ivánéjhez kapcsolódóan elengedhetetlen a tűznek a jelenléte, és 10 órakor pedig a Margaret Island koncertjére, nagy koncertjére kerül sor a Sóstói Múzeum faluban. 11:30-kor a Nyírségtánc Együttes idézi meg nekünk a Szent Ivánéji szokásokat táncokban, táncban, és utána pedig az ő közreműködésükkel és segítségükkel is, aki ezt kívánja, a tűzugrásra kerül majd sor. Másnap június 24-én a József András Múzeum várja az érdeklődőket. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a nő. Keresd a nőt, ez a központi témánk, nő, érzékiség, szexualitás. A múzeum faluban a pásztoróra az, amit körbejárnak, természetesen itt is keresd a nőt, a központi téma. A Kálai gyűjteményben nők a Kálai családban, erről egy nagyon szép kiállítás nyílik majd itt nálunk a múzeumban. És hát a legtöbb kiállítás, 4 kiállítás és mindenféle kapcsolódó rendezvény nyílik a József András Múzeumban, itt pedig a nő, érzékiség, szexualitás a téma. A múzeumok éjszakája programjaira minden évben több ezren látogatnak el. Azért 3-4 ezer ember az általában el szokott fordulni időfüggvényeként a múzeumok éjszakája rendezvényein. Én azt gondolom, minél többen jöjjenek el. Ugye, mivel ráadásul nem csak egy helyszínen lesz, hanem szabadtéri színpados programok is lesznek most itt a múzeumok éjszakáján, ezért arra búzítok minden itt lakót, vagy környékbelit, vagy megyebelit, hogy jöjjenek el a József András Múzeumban, és hogyha nevetni akarnak, nevessenek, ha a nőről akarnak megtanítani, mert akkor jönnek és kiállítást nézzenek, hogyha pedig koncertezni akarnak, akkor a szabadtéri színpadon ezt megtehetik. Két népszerű együttesi színpadra lép ezen az éjszakán. Az 1920-as és 30-as éveket a Hot Jazz Band zenekar idézi majd fel, de a fiatalokat pedig a Magashegyi Underground élő koncertje szórakoztatja majd Nyíregyházán a múzeumok éjszakáján.